A Volkswagen Golf már fél évszázada van forgalomban, a nyolcadik generációja fut az utakon, és a történelem három legkelendőbb autótípusának egyike. A Volkswagen alsó középkategóriás modellje 1974-ben született. A tervezője egy olasz mérnök, aki azt a feladatot kapta, hogy találja ki a bogárhátú Volkswagen utódját. Egy teljesen más autót képzelt el, de a Golf mégis népszerű lett. A Volkswagen Golf 50 éve folyamatosan csak előzne. A Golf a korszellem karosszériába öntve. Egy bestseller, amelyből világszerte több mint 37 millió darabot adtak el. De mi a különleges a német autógyártás történetének legsikeresebb modelljében? Nothing. Semmi. Nincs semmi különleges, de minden részlet passzol. Egyszerű, letisztult, megelőzte a korát. Egy autó mindenkinek. A Golfot 1974-ben dobták piacra, és rögtön lettek minden rétegből rajongói. Két évvel később jelent meg a sportváltozat, a Golf GTI, ami tovább fokozta a sikert. A Golf megváltoztatta az autóipart, sőt, új jármű kategóriát hozott létre, a Golf Classét. Az autót Giorgio Giugiaro tervezte. Az olasz dizájner az évszázad forma tervezője címbirtokosa, számos autógyártónak dolgozott. A Volkswagen azzal bízta meg, hogy tervezze meg a bogárhátú utódját. Erre ő mindent felülírt, szögleteset javasolt a kerekformák helyett, első kerék helyett hátsó kerék meghajtást. A kocsi kisebb, mégis tágasabb lett. Il tratto fondamentale della Golf. Io lo faccio vedere qui. Megmutatom a Golf legfontosabb stílusjegyeit. E il montante parabrezza. Az ereszkedő motorháztetőt, a meredek hátsó részt és az autó alacsony övvonalát. Ezek együtt olyan harmóniát teremtenek, amit racionálisan talán nem érzékelünk, de minden bizonnyal érzünk. Che viene assimilata non con coscienza di razionalità, la senti. A Golf nem sokat változott az évek során. A mostani már a nyolcadik generáció, de mindig csak kicsit módosították. Az új generációból valami mindig emlékeztet az előzőre. A VW ügyel rá, hogy ne riassza el vásárlóit egy teljesen új dizájnnal. A vásárlóknak tudniuk kell, hogy mit kapnak, amikor a Golfot választják, és néha egész életen át hűségesek maradnak hozzá. Az ember együtt él és azonosulni tud vele. A Golf generáció kifejezés teljesen találó. Golf generáció. A Volkswagen marketing osztálya is használja a szlogent, amelyet Florian Illies, német író az egyik regénye címéül választott. Illies 2000-ben ezzel a kifejezéssel írta le azokat az embereket, akik 1965 és 75 között Nyugat-Németországban születtek, követik a trendeket, fogyasztáscentrikusak és általában apolitikusok. A Golf őket szimbolizálja. The Golf stands in the middle. Stands in the middle in a very nice way with a. A Golf nagyon pozitívan testesíti meg a középkategóriát. Ambíciója, hogy a legjobb középkategóriás autó legyen. Nem a legsportosabb, nem a legokosabb, vagy a legizgalmasabb autó. Egyszerűen csak jó autó. Ezzel a recepttel a Golf meghódította az egész világot. Volt a világ legkelendőbb járműve Dél-Afrikától Brazíliáig, és még 50 évesen is a fénykorát éli. Mivel az ID.3-as modell a Volkswagen első teljesen elektromos kisautója nem fogy olyan jól, a VW ismét a bestsellerét veti be az e-mobilitásban. A Golf is elektromos lesz. A kultautó egyszerűen nem megy ki a divatból.